Jó estét kívánok! Nem terrorista, hanem álmokfutó volt az a 18 éves fiatalember, aki Münchenben 9 embert megölt, majd öngyilkos lett, bár van olyan változat is, hogy a rendőrök lőtték le. München ma már nyugodtabb, hogy egészen nyugodt lenne, azt még nem állította senki. Kapcsoljuk majd a Bajor fővárosból Kassa Lászlót, a Szabad Európa Rádió egykori munkatársát, és ugyancsak Münchenből jelentkezik külön tudósítón Korvin Tibor. Itt lesz a stúdióban Tarjányi Péter rendőrségi szakértő, és Sárközi Miklós irán és iszlám szakértő. És nyilatkozott a Nap hírének egy kriminálpszichológus is. Mindenek előtt nézzük meg Morvai Péternek az eseményekről készített összeállítását. Azonosította a német rendőrség a müncheni lövöldözőt. A 18 éves iráni német kettős állampolgár egy illegálisan tartott 9 mm-es pisztollyal ölt meg 9 embert a Bajor főváros olimpiai negyedében, majd magával is végzett. A Bild ezt a képet közölte a fiatal tömeggyilkosról, akit Ali David Szombori néven azonosított. A másik képen a támadás közben látható pisztollyal a kezében. A lövöldöző apjával együtt élt Münchenben, és eddig nem került összeütközésbe a törvénnyel. Szomszédai szerint nem volt feltűnő a viselkedése, bár ritkán látták a fiatalembert. Soha nem tűnt fel nekem a fiú, nem is láttam, csak az édesapját, aki taxisofőr és nagyon barátságos. Bár az iszlám állam egyik propaganda csatornája közleményben ünnepelte a müncheni mészárlást, a nyomozók szerint nincs nyoma annak, hogy a lövöldöző kapcsolatban állt volna a dzsihadista terrorszervezettel. Egy szemtanú a CNN-nek azt mondta, hogy a gyors étteremben Allah Akbar kiáltást hallott, mielőtt eldörtültek volna a lövések. A rendőrség azonban egy másik lehetséges motivációt is vizsgál. Miután a norvégiai tömegmészárlás 5. évfordulóján történt a támadás, és az elkövető érdeklődött a tömeges lövöldözések iránt, ezért azt feltételezzük, hogy Anders Breivik lehetett a példaképe, mondta a müncheni rendőrkapitány. A szemtanúk vérfürdőről számoltak be a lövöldözés után. Rettenetes pillanatokat éltem át. Vérfürdőt láttam, testek hevertek a földön. Láttam egy ismerős fiatalembert, aki megsérült. Felhívtam az édesanyját, hogy ne féljen, a fia túl fogja élni, pedig nagyon rossz állapotban volt, mondta megrendülten ez a szemtanú. Az áldozatok túlnyomó többsége 10 éves, a legfiatalabb alig múlt 13 éves. A müncheni olimpiai negyedben található bevásárlóközpontban péntek kora este kezdett lövöldözni a támadó. Bár az első hírekben még több támadásról beszéltek, és több fegyverest is kerestek, most arra kiderült, hogy a terrorakció erre az egy helyszínre korlátozódott. A Bajor főváros lakói döbbenettel és értetlenséggel fogadták a támadás hírét. Bár kiderült, hogy nem egy párizsi vagy brüsszeli stílusú összehangolt terrorakció történt, az emberek úgy érzik, hogy a kormányzati döntések nyomán a biztonság megingott Németországban is. Néha azt gondolom, hogy mi itt Európában békében akarunk élni normális módon. De aztán kiderül, hogy a politikai döntések egyre inkább meghatározzák az életünket. Tehetetlenek vagyunk ezzel szemben, nem is tudjuk teljesen megérteni azt, hogy mi történik velük, mondja ez a müncheni lakos. Münchenben jelenleg is nagy a rendőri készültség. A vonalban Kassa László, a Szabad Európa Rádió egykori munkatársa. Szervusz, Laci! Most Münchenben vagy, úgyhogy ezért is kapcsoltunk. Ha jól tudom, akkor végignézted a rendőrség sajtótájékoztatóját, és tulajdonképpen mindent tudsz arról, amit ott mondtak. Az érdekel engem először, hogy a különböző hírekben az szerepel, hogy ez a Maxvorstadt nevű része Münchennek, ez egy elég, hogy is mondjam, ilyen zűrös hely, és egy kicsit sokan a belga Molenbeekhez hasonlítják. Igaz ez? Nem. Ez egy polgári, egy ilyen középosztályi polgári városrész, ahol hát több a szegény ember, mint a gazdag, ez kétségtelen, de nem, ez nem egy ilyen zűrös városrész, egyáltalán nem. Tehát, hogy az, hogy ez a fiú ott lakott, az tulajdonképpen még semmit nem igazol. Semmit nem jelent. Az apja sofőr volt,
békésen éltek ott, mindenkinek jó véleménye volt a fiúról, mint az előbbi tudósításban is elhangzott, és óriási meglepetés volt ez az egész dolog, ez az egész szereplés. A lövöldözés előtt ő polémiába keveredett az egyik ház lakóival, és mindenféle válogatott sértéseket vágtak egymás fejéhez. Lúzernek, idiótának nevezték őt a különböző lakók, és ő azt válaszolta, hogy harc római négy környékén nőtt fel, ami egy szociálisan lecsúszott negyedre utal. Erről a harc római négyről mit kéne tudnom? De semmit. Én semmit nem tudok róla. Aha, tehát akkor ez végül is tulajdonképpen mindegy, hogy ő milyen... Az, hogy én ezt nem is olvastam sehol. Én az átolvastam ma, amikor kértetek, hogy szerepeljek ebben a műsorban, átolvastam a jelentéseket. Tegnap végignéztem 7 órától, de igen, 7 órától 1 óráig a tévéközvetítést, nem, erről én nem hallottam. Lacikám, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Remélem ott azért már egy kicsit nyugodtabb a helyzet Münchenben, mint tegnap. Ugye bosszút állt olvasható, volt olvasható itt a feliratban, hát ez egy kicsit átmenet abba, amiről Tarjányi Péterrel akartam beszélni, nevezetesen, hogy tulajdonképpen mi lehetett az indítéka ennek a fiatalembernek, akit egyébként csendes, normális fiúnak írtak le a szomszédai, de nekem mindig az a problémám, hogy akármilyen ilyen típusú esemény előfordul, megkérdezik a szomszédokat, hát nem is értik, hát ez egy csendes, jóra való, soha senki nem gondolta volna. Miért van ez mindig így? Szép jó napot, üdvözlöm a nézőket. Hát igen, ez egy örök kérdés. Igazán, amikor ezt az egész helyzetet néztem a tegnapi nap folyamán, és láttam, hogy mennyire óvatosan fogalmaznak egyébként a német rendőri, illetve belbiztonsági szervezetek. Egyszerűen fölrém lett az, hogy 5 évvel ezelőtt volt pont a Breivik-féle támadás. És igazán Németországban most azt kell látni, hogy akár egy szélsőséges iszlamista merénylet, akár egy szélső jobboldali rasszista indítékú merénylet, illetve hát egy álmokfutó merénylet is felbukkanhat a mindennapokban. Mind a háromra egyébként valamilyen szinten jellemző, hogy általában a közvetlen környezet nem tudja igazán az elkövetők valódi énjét. Ez különösen igaz egyébként az álmokfutó. Most az amatőr videó volt látható, amikor tényleg a fegyveres ott hát üvöltözött, nem, igen. Az előbb még a McDonald's, most a háztető, ahonnan üvöltözött, igen. És ugye az álmokfutóknál van egy érdekes helyzet, és van egy ilyen kritikus pont, amikor átbillennek, és ez az átbillenés az, amikor azt a fajta indító kódot, indító kapcsolót elfordítja a fejükben, ami abba az irányba mutat, hogy igenis támadjanak és hajtsák végre az akciójukat. Az, hogy hol, hogy ez mennyire van előkészítve, ez nagyban függ attól, hogy mi a fő motiváció, tehát mennyire akarnak nyomot hagyni. Hogyha megnézzük egyébként Breiviket, ugye ott volt egy hihetetlen nagy robbanás, utána azon a zárt szigeten, ugye egy zárt helyen, halomra gyilkolt mindenkit, katonai fegyvereket halmozott föl. Tehát nála volt egy olyan folyamatosan felépített gondolkodásmód, amiben ő kitűzte, hogy valamikor egy vérengzést végrehajt. A mostani támadásnál van egy helyszín, de igazán ez nem lett kiterjesztve. Én ezért is gondoltam azt első pillanatok kezdve, és tegnap is nyilatkoztam az önök iradójának, hogy én nagyobb esélyt adok arra, hogy itt egy álmokfutó, tehát valamilyen fajta pszichizmus. Igen, de azért nem olyan hirtelen felindulásból lövöldözött ez a fiú, hiszen egyrészt ugye 300 történt betárazott magának, vagy elrakott a hátizsákjába. Azon kívül egy ismeretlen nőnek a Facebook profilját felhasználta, és azt mondta, hogy gyertek a McDonald's-hoz, ott kaptok valamit ajándékba, olyat, ami nem nagy dolog, de amire nagyon vártok. Szóval azért ő ezt kitalálta. Én nem arról beszéltem, hogy ezt
az akció előtt 10 perccel találta ki. De én azt gondolom, hogy ebben több hónapos olyan tervszerű felkészülés, mint ami Breiviknél volt. Hát a Breiviknél láthattuk azt, hogy műtrágyából készített robbanó töltetet, amit hosszú hónapokon keresztül halmozott és vásárolt fel. Tehát különböző fokozatai vannak ennek. Az mindenképpen érdekes, hogy hogyan reagált a német rendőrség, a német média. Mindenki abban a pillanatban nagyobb esélyt adott, amikor az első lövés eldörrent, hogy tulajdonképpen ez egy szélsőséges dzsihadista irányzat. Mert egyszerűen... Hát, mire gondol az így ember? Van, hát most így, már... van, így van, tehát a mindennapjainkban ez van benne, és ennek mentén indult el egy nagyon komoly kommunikációs hullám ebbe az irányba, emiatt is gondolom azt, hogy több helyszínről jelentettek azonnal lövöldözést, tehát túlpörögte magát egy picit a rendszer. Igen. Most nézzük meg együtt, hogy mit mondott a Naphíre című műsorunknak a kriminálpszichológus az egész helyzetről. Elkeseredett, a világban helyét nem találó fiatalember lehetett a müncheni lövöldöző, véli német Zsolt kriminológus. A péntek esti vérengzéshez hasonló bűncselekmények vagy öngyilkosságok után a szakember szerint általában megnövekszik a hasonló esetek száma. Nagyon könnyű olyan helyzetbe jutni, hogy el vagyunk keseredve, és akkor, hát akkor valamit csináljunk, hogy megmutassuk, hogy mi is vagyunk. És hát a legborzasztóbb az, ez a publicitás varázsaként emlegethető jelenség, hogy óriási híradás van minden ilyen esemény után, tehát ebben lehet fürödni, hogy majd ezt megcsinálom, akkor rólam is így sokat fognak beszélni. A lényeg az ő esetükben az, hogy nyomot hagyjanak maguk után a világban. Erre utalhat az is, hogy a müncheni lövöldöző alaposan felkészült a mészárlásra. Kamu Facebook profi segítségével csalta el az embereket a plázába, beszerezte a megfelelő fegyvert, és készült tartaléklőszerekkel is. De tényleg divattá vált az, hogy valami nagy robbantást csináljunk, és most már kiderült azt, hogy nem is kell nagyon készülni rá, nem kell nagy robbanó szerkezeteket csinálni, lehet egy teherautóba vagy autóba ülni és végig gázolni a sétáló utcán, vagy egyetlen pisztollyal lehet ilyen rettenetes eredményt elérni. Németh Zsolt szerint Ali Dávid Szomboli esetében a készülő álmokfutásnak voltak előjelei. Sok ember észrevehette volna, és valamit kellett volna tenni. Nem azt, hogy elfogni őt, meg kikergetni a világból, meg vasra verni, nem, hanem hogy mi is a baj vele, mi a világban az ő közérzete, mi az, ami segítene neki. Sok emberé különböző frusztrációkkal a világban, szerencsére mégiscsak kevesen jutnak el odáig, hogy fegyvert vásároljanak és lövöldözni kezdjenek. A kriminológus szerint azonban az a látens elkövető, aki egyedül marad a problémáival, egyedül nem fogja tudni kezelni sem azokat. Ezek az emberek egyedül maradtak. Az egyedül maradt ember, a kirekesztett ember, akinek nincs lehetősége a megoldásra, nem tud részt venni a saját sorsának az intézésében, az veszélyessé válik. Németh Zsolt azt mondja, régi tapasztalás, hogy minél durvábban, minél kíméletlenebbül és erőszakosabban lép fel az állam vagy a közösség a szabályokat be nem tartó emberekkel szemben, azok annál durvábbak és annál kíméletlenebb. Egy 9 mm-es Glock pisztollyal lövöldözött ez a Ali Dávid Szomboli. Milyen ez a pisztoly? Ebből ennyit lehet lövöldözni? Hát végülis 17:50-kor jött be az első riasztás a müncheni rendőrsége, és 20:30-kor konstatálták, hogy halott az ember. A Glock egy nagyon-nagyon jó kézilőfegyver. Ausztriában gyártják, nagyon-nagyon jó paraméterekkel rendelkezik, többfajta tár kapható hozzá, van olyan tár, ami 20 lőszert is képes befogadni, általában egyébként 14-15 lőszeres tárra rendelkeznek. Nyilvánvalóan a kezelése egyszerű, tehát egy nagyon-nagyon jó kézreálló fegyver. Most nagyon azt mondja, hogy lőgyakorlatra se kell járni ahhoz, hogy az ember bánjon vele? Kell azért, de igazán olyan nagyon sok idő, tehát több száz órás gyakorlás az, hogy valamilyen szinten biztonságosan használni tudja a fegyvert, nem szükséges. Azt kell látni, hogy igazán, ahogy a film bejátszásokban is lehetett látni, például a McDonald's előtt, hogy bement a tömegbe, és ilyen kis távolságon belül ezzel a kézilőfegyverrel könnyű eltalálni az emberi testet. A német rendőrség teljesen a helyzet ura volt? Mert azért én egy kicsit... Most jönnek az érzései. Igen, hát jönnek az érzéseim, hogy 17:50-től 20:30-ig nem lehet egy pisztolyra rendelkező embert ártalmatlanítani.
Én azt gondolom, hogy itt van egy óriási zavar Európában. Az, hogy egyrészről a rendőri egységek próbálnak megfelelni és felnőni a feladathoz. Viszont a fejekben leginkább a legsúlyosabb helyzet jelenik meg. A legsúlyosabb helyzet ugye a terrorcselekmény. És ilyenkor be kell várni egységeket. Az a baj, hogy nem azt teszik a rendőrök, amire ki vannak képezve, hogy tegyék a dolgukat a lehető legegyszerűbben, hanem túl kombinálják. Ezért éreztem én is azt egyébként tegnap, amit ön most megfogalmazott, hogy picit bonyolódott a helyzet, miközben egy egyszerű lövöldözésről van szó, most az egyszerű tegyük idézőjelbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt. Sárközi Miklós történész, Irán szakértő és iszlám szakértő a vendégünk. Immár nem először, amikor terrorakciók vannak. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Bahram Ghassemi, iráni külügyi szóvivő elítélte az ártatlan és védtelen emberek meggyilkolását, és Teherán szolidaritását fejezte ki a német kormánnyal és a néppel. Erről számolt be a Brit Guardian, ami számomra azért volt meglepő hír, mert korábban azért Irán számos terrorakciót hajtott végre, már nem az iráni állam, hanem az iráni AK által megbízott terroristák, elég ha csak a Buenos Aires-i izraeli képviselet ellen elkövetett támadásra gondolok, vagy a Hezbollah 2012-es Burgászban elkövetett terrorakciójára. Szóval az irániak eddig nem voltak finnyásak, ha a terrorakciót kellett elkövetni. Most meg nagyon szükségét érezték, hogy ennek a kettős állampolgárnak kapcsán, ugye iráni német, rögtön elhatárolódjanak és részvételt nyilvánítsanak. Ez egy politikai és gazdasági kérdés. Azt gondolom, az iráni államot azért én nem ásnám el, kétségtelenül voltak a múltban megkérdőjelezhető akciói, ugye még tegyük hozzá a Mykonosz ügyet is, ami néhány 2000 körül németországi berlini bárban történt emigráns kurd vezetőknek a halálozása kapcsán, de most éppen ott tartunk, hogy a német-iráni kapcsolatok virágzanak, és a Németország a legfontosabb európai gazdasági partnere Iránnak. A tavalyi nukleáris megegyezés után jelentős német cégek jelentek meg Iránban, megjelent a német alkancellár is. Úgy gondolom, hogy ez a gyors és határozott reakció, amely az iráni külügyi szóvivőtől hangzott el, ez ennek is szól. Illetve annak, hogy végül is tényleg, ahogy a korábbiakban is kiderült, ez úgy tűnik egy magányos, súlyos mentális problémákkal küzdő figura, ahol az etnikai vagy vallási elem úgy nem nagyon játszik szerepet a viselkedésében. De ahogy említettem az előbb, a Hezbollah síta szervezet által elkövetett burgaszi terrorakciót, most gyakorlatilag akkor elmondhatjuk, hogy Irán a terrorista ügynökeit gyakorlatilag takaréklángra állította világszerte? Mert hiszen végül is Barack Obama nem olyan nagyon régen a megállapodás, az atommegállapodás előtt vette le Iránt a terrorizmus támogató országok listájáról. Ez mindig egy nagy politikai kérdés, hogy mit, hogyan minősítünk, minek. Azt gondolom, hogy az iráni állam főleg a Hassan Rouhani megválasztása óta egy sokkal konstruktívabb, a nemzetközi rendszerbe sokkal illeszkedő politikát folytat, és óckodik, tartózkodik bármifajta olyan akciótól, amely ezeket a konstruktív lépéseit megingatnák. Uh-huh. És akkor most tulajdonképpen ezek szerint azt lehet mondani, hogy ami a közel-keletről érkezett terroristákat illeti, azok mind szunniták? És nem síták, akik Iránban vannak? Amit mondjuk például az Európai Unión belüli dolgokat illeti, én nem nagyon emlékszem arra, hogy ott irániak akcióztak volna. Illetve csak egymással szembeni akciókról tudok beszámolni. Tehát Irán, mondjuk úgy, hogy a 1979-es iszlám forradalom után oda Európába érkező sahpártiakat támadtak Khomeiniék, utána esetleg más mondjuk iráni kommunisták, vagy iráni anarchisták versus iráni állam között játszottak le olyan esetleg,
események, amelyeket akciót nézhetünk, de soha azt nem lát, ilyesfajta tömegtámadásra, a nizzai eseményekhez hasonló dologra nem vetemettek irányok. Ez fontos hangsúlyozni. Inkább, mint mondtam, egymás között voltak csetepatéik. Ezt ilyen a dzsihadizmushoz meg ebben a formájában, ahogy mondjuk az Al-Qaida, vagy ahogy az ISIS teszi, ez nincsen közük, és nyilvánvalóan ez inkább mondjuk úgy, hogy a vahábita, szaudi hátterű nemzetközi dzsihadizmust lehet ezzel vádolni. Az persze nyilvánvalóan világos, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége, tehát senki nem ártatlan ez ilyen játékokban. Köszönöm szépen, hogy itt volt és ezt elmondta. És most telefonon kapcsoljuk Korvin Tibort, az ATV kiküldött műhelybe kiküldött tudósítóját. Szervusz Tibor, remélem, hogy itt vagy a vonalban. Szervusz András, üdvözlöm a nézőket. Szervusz. Én azt mondtam az adás elején, hogy megpróbáljuk kideríteni azt, hogy már legalábbis te próbálsz ott Münchenben a konzulátuson érdeklődni, hogy mi a helyzet, tudjuk-e már azt, hogy ki volt az a szerencsétlenül járt kettős állampolgársággal rendelkező magyar fiú, aki az áldozatok között van? Annyit sikerült ez ügyben megtudnom, hogy a müncheni konzulátuson átirányítottak a budapesti külügyminisztérium sajtóosztályához, akikkel azóta én még nem tudtam beszélni, úgyhogy sajnos ilyen területen nincsenek új információim. És most például jelen pillanatban hol vagy? Ott Münchenben. Én most Münchenben most szálltam kocsiba, egész nap forgattunk itt a terrortámadás helyszínén, illetve itt a belvárosban. Úgyhogy igazából most fejeztük be a munkát. Egyébként 22 darab szabadtéri rendezvényt törölt a polgármester, összeszámolta az Süddeutsche Zeitung, hogy a müncheniek a számlájára az mindenképpen negatívum. Egyébként Thomas de Mazier is néhány órával ezelőtt volt a terrortámadások helyszínén, illetve a terrortámadás helyszínén, és ő is koszorút helyezett el. Ezek a legfrissebb hírek. És mit tapasztalsz a városban? Milyen a hangulat már olyan értelemben, hogy most már az emberek nyugodtak-e? Mert óriási pánik volt ott tegnap, teljesen érthető módon. Igen, az érdekes, hogy délelőtt, amikor megérkeztünk Münchenben, akkor még többfelé láttunk kommandósokat, gépfegyveres katonákat, olyat is láttunk, hogy szúrópróbaszerűen megállítottak autósokat, megmotozták őket, és most délutára, vagy a kora esti órákra, ez gyakorlatilag semmi nyoma nem látszik már ennek az egésznek, ugyanúgy járnak kelnek a müncheniek a városban, járnak a buszok, tele vannak a kávézók, éttermek, úgyhogy most már semmi nyoma nincsenek gyakorlatilag. Persze ott a helyszínen van, ott rengeteg újságíró, tévéstáb. Igen, azt láttuk is a 3-6-os iradóban, amikor erről beszámoltál, de gondolom még napokig nem lehet bemenni a bevásárlóközpontba, vagy rosszul tudom? A bevásárlóközpontban úgy gondolom, hogy nem, és ott a környező utcákban is minden üzlet kávézó zárva volt. Amikor mi odaértünk dél egy óra körül a helyszínre, azokban a percekben nyitották meg azt az utcát, ahol az a gyors étterem és a pláza van, de magukba az épületekbe természetesen nem lehet bemenni. Végül Merkel kancellár mondott egy nagyon meleg szívű, nem is tudom, hogyan minősítsem, mondatot, azzal kommentálta az egész eseményt, hogy bármelyikünk ott lehetett volna. Ez így van, és ez valószínűleg elmondhat. Tehát nagyon nagy tragédiák történtek, például szintén az Süddeutsche Zeitung hozta le, hogy egy koszovói családnak 3 gyermeke halt meg ebben a támadásban, 10-15 év közötti gyerekek, és a müncheniek gyűjtést kezdeményeztek, hogy a családnak legyen pénze Koszovóban eltemetni a gyerekeket. Úgyhogy valóban nagyon nagy drámák vannak, és rengetegen jönnek oda gyászolni mécsesekkel, virágokkal. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg együtt van a város, ahogy a polgármester is nyilatkozta, úgyhogy együtt gyászolnak. Holnap indulsz hazafelé, vigyázz magadra. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt a rendkívüli nap híre, a müncheni lövöldözésre reagáltunk ezzel a műsorral.
a jövő héten is lesz természetesen napi, de viszontlátásra.